Tatai Társasház, a Dorogi Református Gyülekezet új otthona, a Környei Vackor óvoda vagy éppen a Vértes agórája. Számos az elmúlt években díjazott pályamunkát bemutat új kiállításában a Komárom-Esztergom megyei építészkamara. Az évháza pályázat évek óta az egyik legjobb apropó arra, hogy megyénk szakemberei bemutassák munkáik legjavát a nagy közönség számára. Mintát adjunk, tehát hogy megmutassuk ezeken a képeken, hogy nekünk építészeknek mi is az érték, mi az a mintaértékű épület, mi az az illeszkedési szempont, mi az a településkép, mi az a családi ház, ami esetleg az építetőknek is előttük lebeghet, amikor ők maguk is belefognak egy beruházásba, akár egy családi ház építésbe. A megyei kormányhivatal aulájában látható tárlat másik része egy szintén hagyományos kezdeményezés. A V4-es országok legszebb családi házait és alkotóit vonultatja föl. Ezek között egészen kivételes megoldásokat is láthatunk. Az idei esztendőben a válogatás kiegészült azon szakemberek bemutatkozásával is, akik nem csak az építészetben, más művészeti ágakban is jeleskednek. Az építészek között igen gyakori, hogy valamilyen másik művészeti ággal kacérkodunk, legyen az képzőművészet vagy színház, színészeket tudnék sorolni. Én magam is gyerekkorom óta a versekkel, a színházzal, az amatőr színjátszással kapcsolatban voltam, és máig csinálom, nagyon jól kiegészítik egymást. Azt tudnám mondani, hogy a színház a szerelem, és az építészet a házasság. A megyei épületekből 2013 és 2021 között elkészült beruházásokat állítottak ki, mivel október az építészet hónapja, így új pályamunkákkal, majd az év utolsó hónapjaiban jelentkeznek az alkotók.